Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 584. adása következik. Aki jelenleg nem itthon van otthon címmel, Romzsics Balázssal fogunk ma beszélgetni. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek téged itt a telefon, ha egész pontosan a Skype másik végén, Balázs. Szervusz! Szervusz András, köszöntöm a kedves hallgatókat! Én most téged nem hallak, de remélem, hogy te hallasz engem. Felveszem a fülhallgatót, és szerintem foglak hallani. Hallasz? Igen, a fülhallgatót veszem. Hallasz, Balázs? Mindjárt. Halló, Balázs, itt vagy? Igen, én teljesen jól hallak téged. Na. Hát akkor kezdjük bele azokba, amit ma már szántunk. Tulajdonképpen az elmúlt napokban, hetekben Magyarországon legalábbis sokfajta cikk a migrációról szólt, és mindenféle számháborúk voltak Magyarországon, hogy hányan élnek külföldön, van, aki 1,5 milliót beszélt, van, aki meg hivatalosan 150 ezeret. Szóval számháború van, de igazából ettől függetlenül tényként sok ember él külföldön, sok ember él Angliába, és te is ott élsz kint. Mióta vagy te ott, és hova mentél, és milyen céllal mentél? Kezdjük ezzel, jó? Én tavaly március 13-án érkeztem Luton repülőterére, és onnan Nottinghambe vezetett az utam, és azóta is itt De te ide vagyok. Készültél? Igen, én Nottinghambe készültem, tehát ez volt a célállomás, tehát ez volt a cél. De ezt már itthon Magyarországról tudtad, hogy oda fogsz menni? Hogy volt igen, ez? Igen, hát a Magyarországon kezdődött ennek a szervezése. Aha, és miért Nottingham? Miért pont? Egy ügyfele... Tessék? Rokona. Az én ahol dolgoztam, egy ügyfelének a rokona élt itt, most ebben nem akarok belemenni, és az ő segítségével érkeztem ide végül is Nottinghambe. Tudod, ezt azért kérdeztem, mert egyébként a különböző ilyen feldolgozások pont arról szóltak, hogy csomó ember nem csak úgy vakon megy ki, hanem mindenki valamilyen személyes kapcsolat segítségével, és azért volt érdekes, hogy talán akkor te is így mentél ki. Nyilvánvalóan ez egy nagy könnyebbséget jelent, hogyha valakinek sikerül egy már itt élő segítőt szerezni, mert egymaga belevágni a nagy világba nehezebb, mintha valaki esetleg segít ott már, amikor megérkezett. Bár az igazi bátorság, azért valljuk be őszintén. Ez tény is való, csak hát ha lehet igénybe venni könnyítést, akkor miért ne? Ja, Balázs, tulajdonképpen sokfajta kérdés mellett azzal kezdeni talán, miért mentél oda? Miért pont miért mentél Anglia? Miért mentél egyáltalán ki? Mi a cél? Hát ennek sok oka van, hogy én miért vagyok itt. Egyrészt Magyarországon az akkori helyzet, és ami sajnos nem változott azóta sem, én azt gondolom, hogy az én céljaimat nem tudtam volna megvalósítani Magyarországon. Én, a kedves hallgatók, gondolom tudják, vagy Civil Rádiónak voltam az egyik műszaki munkatársa. Ezt is elmondtuk volna, csak kicsit később. Na mindegy, igen. És hát olyan lett a helyzet, hogy végül is elfogyott a levegő, illetve zárójelben pénz körülöttem. És én úgy gondoltam, hogy gondoltam egy nagyot, és megpróbáltam kilépni ebből az én úgymondva kényelmi zónámból, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, és tenni azért, hogy jobb legyen. És meg tudjam valósítani az én úgymondva dédelgetett céljaimat. Ja, azért, mi az, hogy dédelgetett cég? Milyen dédelg? Mit dédelgettél? Hát egyrészt én elkezdtem fotózni ezelőtt x évvel, és én otthon is úgymondva divatot fotóztam, vagy embereket fotóztam, és úgy láttam, hogy ezt Magyarországon nem szeretnék megfizetni, illetve nagyon nehezen akarják megfizetni, és abban gondolkodtam, hogy ezt majd akkor most Angliában megpróbálom, ahol úgy érzem, hogy van erre fizetőképes kereslet. Értem. Hát igazából nagyot szeretnék most ugrani, szerintem most arra lennék most kíváncsi, hogy éppen most mit csinálsz, tehát hogyan élsz te most, visz most már, hogy osszámolom körülbelül egy éve, hogy kell ezt Másfél éve. Másfél éve, hogy ott, tehát tulajdonképpen. Most nem tudom napra pontosan, tavaly március
2013-án érkeztem, akkor számoljuk, hogy pontosan mióta vagyok itt. Hát én azóta egy... Prózait, helyen, hogy mit csinálsz, egy helyen dolgozom, ez a... nem számít reklámnak, én a Boots nevezetű, úgymondva ilyen farmanszi, azaz gyógyszer és szépségápolási üzletláncnak a Nottinghami bázisán dolgozom. Itt már dolgoztam több munkahelyen, most a Viszáru részlegen próbálok dolgozni. Mit csinálsz a Viszáru részlegen? Nagyon egyszerű, ládákat pakolok A-ból B-be. Aha, nagyon jó. Ez tetszik nekem, igen. Azért ez sok... egy úgymondva hát postás feladat, szortírozzuk a bejövő ládákat különböző kódok alapján. Aha. De gondolom nem egyedül vagy ott magyar ebben a munkakörben. Magában a Boots-ban nem vagyok egyedül, nagyon sok magyar, lengyel, bolgár, olasz, mindenféle náció dolgozik ezekben a raktárban, nem csak a Boots-ban. Abban a részlegen, ahol én vagyok, ott közvetlenül most nekem nincsenek magyar munkatársaim. Tehát azon a kis területen, ahol én most dolgozom, ott nincsenek magyarok. És mit kell dolgozni, hogy hánytól hányig tart egy munka, mert azért ezek ilyen egyszerű kérdések, de szerintem sok ember nem tudja, hogy nagyon is hasonlít a munka. Ez egy 8 órás igen? munka, amiből 7 és fél órát fizetnek, tehát a fél órás kajaszünetet nem fizetik. A Boots-ban egy picivel többet fizetnek, mint az angol minimálbér, ami most azt hiszem, hogy 6 font 31 pi, itt most 7 font 7 fontot fizetnek a munkáért. Ez egy nagyon egyszerű fizikai munka. Értem, amit te csinálsz. Igen, igen. És hogy megy az angol? Mert ugye azért egy csomó ember úgy megy ki nálunk, tőlünk Magyarországról, hogy hát finoman fogalmazva nem megy neki a nyelv, és akkor ott kell rádolgozni. Neked is így kell? Én azt nem mondom, hogy folyamatosan beszélek angolul, igen? Megértetem magam, tehát jobban beszélek, mint ezelőtt másfél éve, de még mindig nem annyira jól, hogy mondjuk bevállaljak egy olyan interjút, ami egy másfajta munkának az interjúját, ahol már bizonyosan folyamatosan kellene, meg helyesen, meg mindenféle ilyeneket még nem vállalni. De lehet, hogy két év múlva már sikerül. Ehhez persze tanulnom kéne erőteljesen, ez kicsikét nyögvenyerősebb. És hogyan laksz? Mert ugye most ez is érdekelheti szerintem az embereket, hogy aki innen elmegy másfél évvel ezelőttről, az egészen pontosan, hogy talál biztonságos, ahogy tetszik, ágyat, párnát és hogy tetszik szobát. Angliában ez azt lehet mondani, hogy egyszerű. Itt nagyon-nagyon sok házat adnak ki, illetve van úgynevezett magyarul megosztott, itt share house-nak nevezik, azaz többen bérelnek egy házat, úgymondva szobánként adják ki, és hát így lehet. Ezt lehet magánúton, magánlandlordot, a landlord az itteni úgymondva főbérlő, vagy nem tudom, hogy lehet ezt fordítani, vagy ügynökségen. Igen, a házi úr, igen, köszönöm. Úgynevezett agency-n keresztül lehet bérelni. Hát aminek azért elég, azt lehet mondani, hogy a legdrágább, amit itt az ember fizetéséből ki kell gazdálkodni, az a lakhatás, de én azt gondolom, hogy ez otthon is így van, tehát hogyha valakinek nincsen saját lakás, akkor az albérlet, az egy elég tetemes. Nem kérek én számot, de hány százaléka nagyjából a fizetésednek a lakás? Azt hiszem olyan 30-35 százaléka, de most nem tudom. Hát ez nem rossz. Tehát ha most valaki, de most ha valaki általánosan keres 1100 fontot, akkor olyan olyan 280-320 font környékén, talán megáll rezsivel, de lehet, hogy 320 font környékén megáll rezsivel, ha egy szobát bérel. Tehát itt most egy alapvetően nem egy kicsi, hanem egy nagyobb fajta szobáról beszélek. Tehát magyarul te jól kijössz akkor ezek szerint, neked ez elegendő. Csúzás, hogy jól kijövök, de mostani, amit én csinálok, itt arra ez a hely, ahol én lakom, az megfelel. És ez így neked pont jó? Ez itt most akkor hosszú távon így leszel? Nem állítom, hogy hosszú távon így leszek. Ezért dolgozom azon, hogy azért megteremtsem azt a milliót, amit mondjuk otthon volt, hogy nem laktam másokkal, hanem én használom azt a teret, ahol én élek, tehát nem... hogy ne kelljen másokkal úgymondva kötelezően megosztani a fürdőszobát, a
konyháttal. Most még így kell? Most még így kell? Még meg kell most, most még így kell. Igen. Értem, tehát, meg lehet próbálkozni, tehát az ember eldönti, hogy most mire akarja költeni a pénzét. Hogy a fizetésének a felét elkölti lakhatásra, vagy azt, amit most megspórol, azt elkölti másra, hogy befekteti, vagy mit akar. Tehát ez egy emberi döntés kérdése, hogy te most mennyire akarsz lakni, vagy milyen körülmények. Valakinek elég egy kis szoba, és megúszza a lakhatását fele ennyiből. Értem, értem. Engem az is érdekel, mégis te Magyarországon... Hogy kontraszt legyen. Tehát, legyen kontraszt, tehát hogy nem kötelező sokat fizetni, lehet kevesebbet is, csak hát annak vannak hátrányai. Ugorjunk ki ebből a körből, mert szerintem lehet, hogy még egyszer visszatalálunk, de inkább az érdekel engem, mert ugye végül is akkor minden nap 8 órát dolgozol, laksz egy ilyen osztott, tehát ilyen egy lakásban, másokkal együtt, és hát hogy telik egyszer? Hozzátem, hogy ez a minden nap dolgozás, ez nem úgy kell elképzelni, mert otthon hozzá vagyunk szokva, hogy hétfőtől péntekig dolgozunk már aki, de itt azért ez egy kicsit bonyolultabban van, mert itt ilyen ugrós itt rótának, otthon beosztásnak nevezhetik ezt a dolgot. Tehát az egyik szabadnapod az vándorol mindig. Tehát minden héten máskor van a szabadnapod. Nekem most egy éppen olyan beosztásom van, hogy minden harmadik szombatom szabad, meg a vasárnap, de ez változik. Tehát hol kedden, hol szerdán, hol csütörtökön, minden héten máshol. Szerintem Magyarországon is vannak ilyen munkák, tehát ez ebben az értelemben nem ismeretlen. Ez nekem itt új volt, tehát otthon én is dolgoztam egy-két helyen, de ilyen beosztásaim nem volt. Na, megmondom őszintén, még én is dolgoztam így annak idején, mikor nyomdába dolgoztam, úgyhogy ismerem ezt a dolgot. Oké, de akkor ezek szerint mégiscsak van szabad időd, azért vannak délutánjaid, és mindenféle történetek, ami téged vár. Mit csinál egy magyar ember, mit tudom én? Hol vagy te? Nottinghamben. Hát Nottinghamben a szabadidőben elmegy vásárolni, és én a szabadidőmet inkább a másik tevékenységemre, a fotózásra szánom. Csinálgatom a kis képeimet, szerkezgetem a képeimet, fotózom az itt megjelent embereket. Illetve elmegy kirándulni, vagy elmegy Londonba, és ott próbálja felfedezni az országot, mert itt azért nagyon szép helyek vannak, ahova szerintem a világ összes pénzzel nem lenne elég, hogyha az mindent meg akarja nézni, és akkor nem utaztam el sehova, csak itt Angliába. Értem. Értem, egyébként igen, de mindig egyes szám első személybe beszélsz. Igen. Az azt jelenti, hogy mindig egyedül vagy. Vagy egyedül vagy? Igen, hogy van ez? Pillanatban igen, ez most igen, I am single. Igen, én egyedülálló vagyok jelen pillanatban. Igen, de tehát végül is az a helyzet, hogy szabadidőt egyedül eltölteni, az egy kicsit néha uncsi, nem tudom, te hogy vagy vele, én nem szeretem. Hát dolgozunk ezen a megváltoztatásán, de most egyelőre ez van. De hogy dolgozik Angliában egy magyar ember, ugye, aki hát végül is ugye nem anyanyelven beszéli azt a nyelvet, úgyhogy... Mit csinálsz? Te hogy dolgozol ilyen szabad? Mit csinálsz? Elmész partikra, vagy bemész egy... Hát el lehet menni szórakozni. Hova? Tehát erről lehetne mesélni, hogy itt milyen éjszakai élet van. Ez egy úgymondva egy nagyobb város, de Angliában pénteken, szombaton így felpesdül az éjszakai élet. Tehát tele van fiatalokkal, alig öltözött lányokkal, akik mezitláb és magas sarkúban tudnak rohangálni, akár mínusz 5 fokban is, nem zavartatják magukat, és utána meg akkor elcsendesedik. Tehát azt lehet mondani, mondjuk a Beestoni főutca az 5-6 óra környékén úgy kiürül, tehát ott vége van az életnek. Aztán majd este 10-kor bent a belvárosban majd elkezdenek, de alapvetően itt a szórakozóhelyek, azt lehet mondani, de szerintem Pesten is nyitva vannak minden nap, és minden nap. Én rád vagyok kíváncsi, te mit csinálsz, mert mondjuk azért van fantáziám, gondolom, egy ilyen városban azért mindenféle lehetőségek vannak, de mondjuk egy honfitársam, aki például kiment mondjuk Nottinghambe, az mit csinál ilyenkor szabadidőben? Mit csinál ilyenkor? Hát Zaldi most veled beszélget, azon igen. Felül meg bemegy a városba, sétál, fotózik. Én mondom, én el tudom tölteni a számítógépem mellett is a szabadidőmet, mert van mit csinálnom. Akkor most töltsünk egy kicsit zenét, és aztán visszatérünk, jó? Lehet. Jó, rendben, legyen így.
A Kapocs Ifjúság Segítő Magazin 584. adásában, aki jelenleg nincs itt, nem, hogy is van, nem itthon van otthon címmel, Romsics Balázsról beszélgetünk. Itt vagy, Balázs? Igen, itt vagyok, szervusz. Mit szólsz ehhez a zenéhez? Mit szólsz? Jó kis zene volt, mind? Nem tudom, régen hallottad. Figyelj, egyfolytában azon foglalkozom, mert ugye, amit itt elmondtál, az tulajdonképpen egy nagyon, nagyon prózai élet, amiben ott vagy. Én tulajdonképpen azért is kérdezem, hogy mennyire váltak be a te elképzeléseid, amit ugye elindultál másfél évvel ezelőtt kiérkezésed óta. Én azt gondolom, hogy azon az úton vagyok, amit én, amiért én kijöttem. Nem értem még el teljesen a célomat, meg mindig változnak egy kicsikét a célok, de az alapgondolat az én azt gondolom, hogy hamarosan meg fog valósulni. Nem, hamarosan? Na mesélj mi! Hát én, mint az elején mondtam, én fotózni jöttem ebbe az országba, tehát nem az volt azt gondolom, hogy a raktár, ahova én dolgozom, az azért van, hogy meg tudjam valósítani az én azon célomat, hogy itt nyissak egy stúdiót is itt. Itt úgy mondva megfizessék az én munkámat, amit otthon azt gondolom, hogy nem sikerült elérnem. És erre vannak biztató jelek, ez szerintem záros határidőn belül el fogjuk. Tehát nem akarod elkiabálni, de itt te most egy fotostúdiót tervezel nyitni? Igen, ez a terv. Értem, és a saját magad fototudására építve egy hasznot akarsz magadnak hajtani. Aha, értem. Igen. Értem. Egyfolytában, miközben itt az előző részben beszélgettünk, egyfolytában az járt az én fülemben, hogy hát szóval mindig egyes szám elszűnbe, és mindig úgy vagyok vele, hogy én legalábbis társas ember vagyok, nekem fontos, hogy egy csomó emberrel beszélgessek, és úgy megpróbáltalak elképzelni, mit tudom én, hogy hogy töltöd a délutánokat, meg egyebeket, és mindig, amit elmondtál, az mindegyik olyan magányos program, olyan egyedi. Nem, én azért beszélgetek sok emberrel, meg járok azért úgymondva a társaságba. Nem biztos, hogy bulizni járok, de én nagyon sok emberrel beszélgetek, és szoktam is kérdezni. Én nagyon-nagyon sok történetet hallottam már. Itt minden embernek van egy története, hogy miért van itt. Ebből majd egyszer lesz egy szerintem egy hangzóanyag, de még nem tudom, hogy mikor. Tehát én gyűjtöm az információt, de azt mindenkinek most szeretnéd cáfolni. Hogy nem, csak hogy eddig többes sem első szem. Nem volt egyes szem. Nem vagyok egyedül. Igen? Én otthon is nagyon sokat beszélgettem emberekkel, mert beszélni szeretek, kérdezni szeretek, és itt is meghallgatom a különböző történeteket, levonom belőlük az én következtetéseimet, aztán Balázs, azt meséld el nekem, hogy hol lehet itt találkozni egymással. Tehát azért jó, te ott kint vagy, de hol vannak ilyen fórumok vagy alkalmak, amikor össze lehet futni a többiekkel? Hát, ez úgy alapvetően most hiányzik. Bíztomban volt egy úgymondva magyar buli, ami egy ilyen zenés diszkószerűség volt itt az egyik pubban, kocsmában, amit most tulajdonváltás következtében megszűnt ez a program a nyár elején, májusban volt azt hiszem az utolsó. Most így előttem jött valami hír a Facebookon, vagy illetve az egyik közösségi portálon, hogy ezt így szokták mondani. Ott most lesz valami magyarok összejövetele. Értem. De pontosan információ nincs. Tehát a magyarok végülis hát elmennek egymáshoz házi buliba. Itt Bistonban ezek a, tehát az ilyen úgymondva pubban tartott zenésztáncos dolgok, amik úgymondva publikusak. Amit a fővárosban, Londonból érkező hírek, ott azért láttam, vannak magyar koncertek, a Duma Színháznak van elég sok előadása Londonban, azért tehát a DJ-k jönnek ide a magyarokat szórakoztatni.
Ezek a programok, meg hát el lehet, meg mindenki menjen kirándulni. Ja, értem, menjen kirándulni. Engem az érdekel, Balázs, hogy hogyan látod a saját helyzetet a többi magyarhoz képest. Találkoztál sokféle emberrel, mindenkinek ugye azt mondod, ismered a céljait, vagy egyike másik a ilyen vagy olyan céllal indult. Hogy látod a saját helyzetet hozzájuk képest? Te hol tartasz hozzájuk képest? Nem szoktam, most mindenki járja a saját útját. Valaki gyorsabban, valaki lassabban. Valaki nem akar, vannak olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy megragadtak egy ponton. Tehát van egy olyan réteg, akit kielégít az, hogy elmegy 7,5-vel dolgozni, hazamegy, magára csukja az ajtót, és ennyi. Tehát, de van azért itt pár olyan ember, akinek nem elég az, hogy rácsukja magára az ajtót, hanem próbál az ő saját szakterületén elindulni, és tenni azért, hogy ő kiteljesedjen, nem tudom, ezt értem. De két, van, aki akar, meg van, aki nem akar, mert nem akar. Mindig, hogy ilyet mondasz, mindig az jut eszembe, hogy mintha valakire konkrétan gondolná, ismered az A-t, meg a B-t, és akkor mondod, hogy ő akar, ő nem akar. Találkoztam olyan, aki esetleg azt mondta, hogy most akkor inkább mégiscsak hazamegyek. Vannak ilyenek. Tehát itt ehhez hozzátartozik, hogy ha tegyük fel, valaki dolgozott otthon egy irodában, és most így képletekben beszélek, elveszti a munkáját, és tegyük fel, hogy tudott angolul, és azt mondta, hogy akkor oké, felültem a fapadosra, és eljöttem Londonba, Nottinghambe, Birminghambe, vagy akárhova, és megváltozik, tehát és úgy jött el, hogy nem várta itt semmilyen úgymondva állás, amiben be tudott ülni, hanem itt kezdett el a nagy százalék, elkezd valamilyen vendéglátóipari, illetve itt a környéken valamelyik raktározási, vagy valamilyen szolgáltató cégnél raktárában dolgozni. Egyrészt kiszakad az otthoni milliójéből, a saját lakásából, albérletéből, stb. Bekerül egy úgymondva idegen nyelvi környezetbe, és bekerül egy kollégium érzésbe. Én azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy néha hasonlít az ilyen sharehouse, vagy társbérlet egy kollégiumhoz, ahol többen használnak egy fürdőszobát. Valakik ehhez nincsenek hozzászokva. Valaki nem tudja megszokni, hogy esik az eső, valaki nem tudja megszokni, hogy fúj a szél, valaki meg csak folyamatosan kárál, hogy hogy miért nem jó, és akkor mégis itt van több éve. Tehát, még az jut az eszembe, akkor te jól tartasz a többiekhez képest, te állóképes vagy. Aki nem tudja ezt feldolgozni, az előbb-utóbb azt mondja, hogy akkor inkább ő hazamegy, mert ő nem akar még három emberrel együtt lakni, valamiért nem tudta megtenni azokat a lépéseket, ami ahhoz szükséges, hogy egyedül béreljen egy házat, vagy vásároljon, ne adj Isten, mert azért vannak ilyenek, ismerek pár példát, akik igaz már régebben vannak itt több éve, de meg tudták úgy alapozni az ő életüket, hogy itt lakást vásároltak. Tehát azt mondták, hogy ők itt folytatják az ő karrierjüket, és elkezdik itt felépíteni az ő saját életüket, ami hát a magyaroknak nagyon fontos a tulajdonjog, itt azért ezt nem állítanám, hogy nyugaton ez ennyire prioritás lenne, de ők vesznek lakást, mert van erre lehetőség. Értem. Egyébként nekem éppen a múltkori beszélgetés jutott eszembe, valakivel erről beszéltem, hogy sajnos vannak külföldön csomóan, akik úgy élnek, hogy az állam tartja őket, és egyfajta zárt világ. Mennyire lehet tovább lépni abból a világból vagytok? Mert nekem mindig az az érzésem, hogy ez a migráns világ, ez egy nagyon zárt világ. Egyfajta munkát lehet végezni, egy csomó illúzió veszik körül, és azért... Ez sem igaz, hogy egyfajta munkát lehet végezni. Hát, mindenkinek a saját kvalitásának megfelelő munkát tud venni. Ha aki akar, András, az tud. Aki nem akar, meg mindenféle kifogásokat szerez hogy neki miért nem sikerül, az nem tud. Tehát aki ki tudja kaparni magának a gesztenyét, és van hozzá kiállása, hogy
oda megy, és megcsinálja, és addig megy, amíg csinálja, akkor annak sikerülni fog. Aki kifogásokat talál azért, hogy ez nekem miért nem megy, most éppen ez a hibás, meg az a hibás, annak nem fog sikerülni. Értem, tehát, Balázs, én csak minden, azt mondom, hogy minden, kell akarni, minden, tehát minden, hogy kell akarni minden. Angliában? Hogy kell akarni Angliában? Mert Magyarországon is ezt szokták mondani, hogy aki akar, az összeszedi magát, és aztán csinál valamit, és nem ne panaszkodjon, hanem kell, induljon el. Úgy kell akarni Angliában, mint Magyarországon, csak én azt gondolom, hogy itt könnyebben lehet elérni a céljaidat, mint otthon, mert... Miért? Itt, mert meg tudod teremteni hozzá a kezdőtőkét. Tehát a otthoni, ha te mondjuk akarsz indítani egy vállalkozást, és te előtte dolgozol valahol, az otthoni fizetésedből nem tudsz beletenni mondjuk pluszt a te első vállalkozásodba, itt azért marad. Uh-huh. Tehát megvan tehát mások az arányok. Az itteni fizetés, az alapvetően az alapfizetés, mint az otthoni alapfizetés uh-huh. között. Amit azért otthon nem szívesen reklámoznak, uh-huh. otthon inkább azt reklámozzák, amit nem akarok túlzottan politizálni, hogy itt milyen segélyt vonnak meg éppen az emberektől, és ez megy minden fórumon két hetente, de arról nem beszélnek, hogy az itteni minimálbérből segély nélkül boldogan, és hát azt lehet mondani, most nem, ez lehet, hogy nem jó szó, de kényelmesen és nyugodtan, gond nélkül lehet tervezni az életet. Érdekes, egyfolytában azt figyelem a beszélgetésedben, mekkora jelentősége van a pénznek az ezzel kapcsolatos dolognak. Feltétlenül azért is, mert ezért is mentél ki. És azért is próbálom meg... Nyilvánvalóan azért van fontos szerepe a pénznek, igen. Mert itt most nem állítom magamról, hogy a mai világban tehát pénzért kell megvenni, tehát pénzért kell lakást bérelni, pénzért kell kenyeret venni, pénzért kell tévét venni, pénzért kell ezt-azt venni. Uh-huh. Az embernek vannak bizonyos kényelmi funkciói, amit szeretne elérni. Ezeket a kényelmi funkciókat az itteni fizetésből könnyebben eléri az ember, mint az otthoniból. Jó. Ennyi. De menjünk egy kicsit tovább, azt mondom, hogy te ott ilyen szempontból a pénzzel elég sokat foglalkozol gondolatban. Az a helyzet, ugye az a cél, ugye, hogy akkor te felhalmozzál sok-sok pénzed, legyen, indítsd el a vállalkozást, mert... Nem ott... biztos, hogy én felhalmozni akarom a aha. pénzt, hanem nem, itt nem pénzhalmozásról szól. Jó lenne, hogyha pénzt tudnék halmozni, ez még annyira nem sikerült, de magát azokat a dolgokat, ami nekem kell ahhoz, hogy én mondjuk fotózzak, azt én be tudtam ruházni. És hát kis segítséggel, de be tudtam ruházni. Értem én. Abba, hogy az én általam kitűzött cél felé haladjak. Világos. Világos, csak én egyfolytában most azt keresem, tudom, mindig Magyarországon is, hát ráadásul én tudom, fiatalokkal foglalkozom, mindig engem azt foglalkoztat, hogy hogy építi fel valaki az életét, és ugye egy dolog, hogy érvényesülni akar, de a másik oldalon azért ott van, hogy kapcsolat, talán család, talán egy kicsit hosszú távú élet. Tehát mennyire fér bele a te mostani gyakorlatodban a hosszabb távú jövő? Tehát mennyire fér bele egy ilyen távlatosabb gondolkodás? Mert azt látom, hogy most egyik napról a másikra erősödsz, és most vállalkozást is akarsz indítani, de van ennek hosszú távú, hogy tetszik azt kimenete. Gondolom, hogyha egy vállalkozást indítasz, akkor ez egy hosszú távú terv. Aha. Tehát az bőven kielégíti az én hosszú távú terveimet jelen pillanatban, hogyha én el tudom indítani azt, amit szeretnék, és az majd finanszírozza a többi okosságomat, ja, értem. Amit szeretnék. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad túl sok célt kitűzni magad elé, mert akkor elaprózod a te tevékenységedet egyet, és azt nyomni, és aztán utána majd abból az egyből szépen szétágazik. Ja, értem. Biztos, hogy ez teljesen magyarul jó volt, de én így gondolom. Ezt én meg is megértettem. Kicsit most lapoznék egy kicsit, mert még váltsuk egy kicsit ebben. Nyilván, hogy te vállalkozni akarsz, akkor feltétlenül nem a magyarokkal kell való kapcsolatot ápolni, hanem a helyiekkel. Hogy vagy te a helyiekkel? Tehát hogy vagy te a Nottinghami emberekkel? Hogy vagy és a Nottinghamiek hogy vannak veled, illetve hát a migránsokkal? Uh-huh. Hát
Most én azt gondolom, hogy az angol nép az egy befogadó nép. Hát én maradjunk csak a Nottinghamieknél, jó? Tehát az mondja, akkor a Nottinghami, jó? Akkor mondjuk az itt élő angolok, én azt gondolom, hogy ők elfogadják azt, hogy itt élnek magyarok, pakisztániak, indiaiak, tehát mindenfajta népcsoport. Elfogadják, tudomásul veszik, örülnek neki, ezt a sokfajta válasz. Igen, tehát barátkoznak is, tehát nyilván aki tud velük beszélgetni, azt valamennyire elfogadják, és mindenkinek a személyes megjelenése, beszédstílus, tehát a személyisége dönti el, hogy most kivel, ki barátkozik vele, meg ki nem. Tehát én ezt nem általánosítanám, hogy a bevándorlók, mindenki egy személy. Tehát itt az a baj, hogy én sokat hallom azt, hogy sajnos és magyar társaim lehülyézik az angolokat, meg stb. Én azt gondolom, ezt én nem mondanám. Nem, ezt én sajnos így mondom. Tehát, hát ezt nem mondod. Ezt hallom, hogy így hülye, úgy hülye, amúgy hülye, de nem jut eszébe, hogy bocsánat, te jöttél ide. Tehát te neked valamennyire asszimilálódnod kell, el kell fogadnod, hogy az ő az angol. Két szó egyébként, az asszimiláció, meg az el kell fogadni, az kettő, de csak azért mondom. Jó, tehát el kell fogadni, igen. El kell fogadni, és be kell illeszkedni. Igen. Ha nem illeszkedsz be, akkor tényleg bevándorol leszel, de ha be tudsz illeszkedni, akkor egyenragú ember leszel vele. Tehát én csak azt próbálom itt vizsgálni egyébként, hogy hogyan fogadnak téged, vagy hogyan fogadnak a helyiek, ugye, akik hát én ott szül. Én egy speciális helyzetben vagyok, én publikáló fotós vagyok, tehát én járok különböző itteni rendezvényekre, most éppen a Nottingham karniválon voltam, voltam, fotóztam, és ezeket a fényképeket én különböző helyeken azért osztom, megosztom, feltöltöm az egyik közösségi portálon, különböző fotómegosztókon, és ezeket a képeket azért látják az itteni angolok, lengyelek, mindenféle, és kapok róluk visszajelzéseket, ebből már úgy mondva megrendelés is csorgott be azért. Azaz, én szoktam mondani, és ez nem egy nagy képviség, hogy engem valószínűleg többen ismernek, mint én személyesen. De értem. De azért tehát, azért... én otthon sem voltam egy nagyon csöndes gyerek, az én... Ezt tanúsítom. Az én környezetemben azért tudták, hogy ki az a Romsi Gyolás. Nem tartunk még ott, hogy azért annyira, de itt úgy mondva a magyar közösségben biztos, hogy tudják, hogy ki vagyok. Aki szeret, az szeret, aki nem szeret, az nem szeret. Tehát én azzal foglalkozom, aki úgy gondol, elfogad engem, ahogy én így vagyok, azzal nem, aki nem akar, én nem fogok erőltetni senki, nem fogom erőltetni magam senkire. De ugyanígy van, most úgy néz ki, hogy van egy angol srác, akivel úgy jobba lettem, tehát úgy valamiért engem kedvel, mint barát, szoktam vele beszélgetni. Igaz, nem egy ilyen nagy, mélyreható beszélgetéseket, mert még az én nyelvtudásom ehhez kicsit kevés, de amit akarunk egymástól, azt meg tudtuk beszélni. De jön hozzám a közeljövőben egy angol lány fotózni, végül is ez egy ilyen promóció, hogy bekerüljek abba a körbe, ami akinek az ő baráti körébe, és akkor hát, ha így, tehát nem hát, ha ez a cél, hogy eljussak olyan idegen, úgymondva idegen környezetbe, ahol meg tudom mutatni az én munkámat. Értem. Azért akkor most tartozunk át annyira a hallgatóknak, hogy elmondjuk, hogy mit fotózol, mert azért jó, én most hogy a mikrofonon keresztül nem olyan egyszerű, de azért mégis mit fotózol? Tájképet, arcot, füleket? Embereket. Embereket. Jó, oké, de hogyan? Hát mit tudom én? Csupaszon, vagy esetleg munkaruhában, hogy hogyan? Általában a ruhában. Ruhában, értem. Tehát ilyen portrékat csinálsz? Ez az neve ennek a műfajnak, hogy portré, nem? Portré fotózol? Portré fotózom, igen. Igen? Igen, hát vagy a portré és event, eseményfotózást szoktam én végezni, tehát nagyon szeretek divatbemutatót fotózni,
voltam többször már Londonban, különböző divatbemutatókon, itt is itt is szerencsére már egyszer Nottinghamben is, ami kicsit érdekesen kezdődött, de én embereket fotózom, főleg, hogyha mozognak. Érdekesen kezdődött, azért ezt mondd még el, aztán utána kicsit zenélni. Az érdekes az, hogy, hogy elmentem, tehát egy nyilvános meghirdetett divatbemutató volt ez az egyik bevásárlóközpontnak az aulájában, és ott a Nottinghamben, ahol úgymondva nem nagyon van divat, van egy úgymondva college, ahol divattervezőket tanítanak divatot tervezni, és ennek volt az évadzáró bemutatója, és ott közölte velem az egyik megjelent szervező, hogy itt nem lehet fotózni. Értem. Aztán, hogy what? Mert hogy itt az volt a kifogásuk, hogy itt gyerekek fognak, tehát lesz olyan műsorszám, ahol gyerek fog végigmenni a kifutón, uh-huh. És ebben az országban nagyon szigorú szabályok vannak arra, hogy kifotózhat gyereket. Elmondom, Magyarországon is, csak nem biztos, tehát, hogy betartják. Hogy, ez a szabály mindenütt. Nem lehet csak úgy gyerekeket fotózni. Nálunk csak se. Mondtak, hogy menjek 2 méterrel arrébb, és akkor ne frontról fotózzam. De aztán utána végig is én elmentem 2 méter alá, és akkor mégis, tehát a modell felén fordult valamiért, nem is értem miért. De mindegy, tehát egy elég jó sorozatot adtam ki belőle, ebből is lett visszajelzés, tetszett a tervezőknek, nem olyan nagy, amire én számítottam. Most a Nottingham Karneválnak a sorozata azért több visszhangot hozott, mint a de mondjuk a londoni, amikor a Londonban voltam, az egy elég jó forgalmat hozott az én igen, oldalaimnak. És emelte a reputációdat, akkor csináljunk egy kis zenét még, hogyha lehetne, és aztán folytatjuk tovább, jó? Jó, rendben, legyen így. A Kaposi Ifjúság Segítő Magazin 584. adásában Romsics Balázzsal beszélgettünk, a címe ennek a témának, aki jelenleg nem itthon, hanem van otthon. És hát Nottinghamben él ez a fiatalember, és másfél évvel ezelőtt ment ki, és arról beszélgettünk, hogy tulajdonképpen a megélhetés itt a vezető gondolata, hogy egyszerűen érvényesülni tudjon, és hát másfél év alatt végül is olyan helyzetbe jutott, hogy vállalkozás előtti állapotban nem sokára fotóstúdiót fog létesíteni, ha minden jól alakul. Jól mondom, Balázs? Ez így van. És ebben neked drukkolok mindenképpen, és azért is, mert tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez az egyik fontos vágyad vagy várakozásod volt, és egy kicsit mindig azon gondolkodom is, hogy milyen jó lett volna, hogyha például itthon egy kicsit jobb feltételek között ezt meg tudtad volna próbálni, mert ebben még nem látok semmi angliait, hanem megélhetést. Azt látom, hogy ha itthon lett volna feltétel, akkor ezt tudtad volna biztosítani. Jól látom? Nem biztos, hogy... Ezért kérdezem, ha nem biztos. Nem biztos, hogy itt a... Egyrészt a vállalkozás indítás is tehát sokkal egyszerűbb, mint otthon. Tehát otthon fizet, most már fizet, tudod, fizet. De akkor még nem tudtad, amikor itthon voltál, hogy egyszerűbb. Tehát ezt de, azért... azt én utána olvastam azért. Ezt, ja, jó, oké. Okay. Ezt én azért utána jártam én ennek, hogy Angliában céget alapítani, és úgymondva első magánvállalkozást indítani nem egy olyan nagyon bonyolult dolog. Tudod, Balázs, keresem benned az Anglia töbletet, ugye? Amitől több ez, mint azért kérdezem, úgyhogy... Én ezt nem állítom, hogy tehát ezt nem állítom, hogy Anglia több, meg jobb, meg stb. Mindenki ott érzi jól magát, ahol szerintem jól szeretné érezni magát. Én eljutottam, akkor... Akkor te hogy érzed most magad? Én jól érzem magam. Okay. Én itt jól érzem magam, jobban, mint otthon. Én most nekem azért, tehát én azt csináltam otthon, amíg ezt tehettem, amit szerettem, legalábbis az utolsó években. Fotóztam és rádióztam. Uh-huh. És ezzel még némi pénzt is kerestem. Uh-huh. De ez a környezet megváltozott. Nem állítom, hogy csak politikai okokból, de megváltozott. Uh-huh. És egy olyan légkör kezdett kialakulni, ami már nem volt kellemes. Értem. És én azt gondolom, hogy amikor, tehát én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy meglépjem ezt a lépést, hogy ott hagyjam azt a milliót, amit én szerettem csinálni, de rájöttem arra, hogy nem tudom azt csinálni, amit szeretek, mert nem hagyják. Uh-huh.
Hát igen, csak az érdekes a dolog, hogyha most szembe vesszük azokat a mondatokat, amit a legelején mondtál arra, hogy igenis ki kell harcolni, ki kell kaparni, le kell küzdeni, meg ugye mindenféle olyat. De elfáradtam a harcban. Igen, azért mondom, itt, hát, itt is ugyanazt kell minden, csinálni, csak itt... Ha minden egyes lépésedben falba ütközöl, és olyan falakban, amit nem te állítasz, hanem ás állít, és nem tudunk egyről a kettőre lépni, akkor azt gondolom, hogy meg kell keresni az utat, hogy kikerüld a falat. Most én azt gondoltam, hogy akkor én kerülök egy nagyot. Értem én. Hát kerülök egy nagyot, és akkor megpróbálok itt elindítani valamit, és ez itt nem találkozok úgymond falakkal, nagyobb falakkal. Tehát itt is vannak akadályok, de ezeket azért át lehet ugrani. Az ott otthoni másfél évvel ezelőtti helyzet olyan volt, és azt gondolom, hogy azóta csak rosszabb lett, amit itt én látok, hogy itt tehát minden egyes ilyen lépést bizonyos dolgok megakadályoznak. Tulajdonképpen igazából azok körül jár az én gondolatom, hogy igazából hogy tervezette a hazaiakkal a viszonyt. Ápolod-e például a magyarországiakkal a kapcsolatot egyáltalán, és hogyan ápolod, ha ápolod egyáltalán? Nyilván azokkal, akikkel jobban voltam, beszélek Skype-on, meg különböző ilyen internetes telefonokon, de én azért próbálom itt is kialakítani az én úgymondva azon kapcsolataimat, hogy én most itt élek, ez egy, és itt fontos, hogy ne egyfajtában hazabeszéljek, mert akkor hazabeszélek, tehát akkor leülök a kis számítógépem elé itthon, és az otthoniakkal beszélgetek arról, hogy mi van otthon. Mi van otthon. Én most itt élek, és itt az itteni történetek érdekelnek jobban, mint az otthoniak. Most hogy ezt így mondom, de nem, próbálok ide koncentrálni. Értem. Az a címe egyébként is a mai beszélgetésének, hogy te most nem itthon vagy otthon, hanem, hogy tetszik, Nottinghamben vagy otthon. És az is érdekel, hogy akkor hogyan tájékozódsz mondjuk a hazai dolgok. Elég határozottakat szoktál mondani, legalábbis az eltelt időben elég határozottakat mondtál a magyar viszonyokról. Hogyan tájékozódsz te, hogy mi van itt nálunk? Hát mindenféle internetes hírportálon próbálok tájékozódni, és hát úgy néha felszoktam magam idegesíteni. Na csak. Egyrészt, ami most itt főleg a minket érintő cikkeken szoktam felidegesíteni magam. Ki az a minket? Kire gondolsz? Már a emigránsok? A migránsokra, igen, vagy igen. A külföldi élő magyarokról szóló, illetve nem is a magyarokról, hanem inkább azokról is, meg hogy most Angliában éppen mivel próbálnak kiszúrni a migránsokkal. Most éppen gondolkodtam ezen a fordulaton, hogy ezt meg fogod kérdezni, hogy miért idegesítem. Azért idegesítem fel magam, mert az a kép rajzolódik ki bennem, hogy az otthoni sajtó, ez most független attól, hogy ezt most kiadja ki, azt a képet próbálja elhitetni a kedves olvasóval, vagy hallgatóval, hogy ide azért jönnek az emberek, mert itt segélyt kapnak. Bocsánat, itt az emberek dolgoznak, és azért dolgoznak, hogy éljenek, és az éljenek szót azt így most képletesen értsd, azért, hogy jól éljenek, jól érezzük magukat. Nem értem, figyelek. Tehát nem azért jönnek ki akár ide, vagy Németországba, vagy Európa bármelyik államába, hogy itt ne csinálják semmit, hanem segélyért dolgoznak. Hát, én nem állítom, hogy ezt nálunk mindenki ilyenek. Így mondja, de vannak így beszél, ezzel egyetértek. Elképzelhető, hogy vannak ilyenek, biztos lehetne találni, vagy lehet is találni, de az emberek nagy többsége azért jön, hogy dolgozzon, és nem motiválja azt, hogy itt most
hány száz font a gyermeknevelési támogatás, meg a nem tudom. Kérdezek tőled valamit, az elmúlt napokban egyébként hír került, hogy mégpedig most egy újabb, hogy is hívják, migráns hullám indult például Magyarországról, Kelet-Magyarországról, és ennek a célja Anglia, sokak szerint Manchester és Nottingham. Hallottál róla? Nézd, most itt feszegetjük a roma kérdést. Nem feszegetjük, vannak, te mondod. Vannak nincs roma kérdés. Vannak roma származású honfitársaink. Itt Nottinghamben. Én nekem személy szerint, nekem nincs ez a problémám. Ha meg tud élni itt, és ő is be tud illeszkedni, mint akármelyik másik, akkor ám jöjjenek. Nem, ha én is olvastam ezt a cikket, én nem gondolom, hogy több cikk is jelent meg, de csak egyet olvastál, gondolom, többféle hír van erről egyébként, és nem feltétlenül negatívak. Nem gondolom azt, hogy itt most tömeges beáramlás történik. Ja, értem. Azért kérdezem, hogy hogyan, hát kérdezem, hogy ha úgy hosszabb távon gondolkozol, Balázs, akkor mikor tervezett, jössz-e egyszer valaha Magyarországra, kérdezem én? Hát egyszer biztos látogató van. Van-e ilyen közelebbi távol, vagy távolabbi terv, például most, karácsony? Most nincsen ilyen, édesanyám jön majd. Igen? Egyszer ide. De én most nem, bevallom őszintén, én nem tervezem haza menni. Én most tényleg arra fokuszálok, hogy az itteni dolgaimat intézzem, és most ez nem fér bele. Nem ez a prioritás, hogy most hazamenjek integetni. Még egy rövid intim kérdés ide tartozik, és a szerelem. Az belefér. Ezt most kipeljük, ha lehet. Tessék? Skippeljük, ha lehet. Megértettem. Oké. Én igazából egy nagyon céltudatos embernek látlak, vagy pontosabban nagyon tudatosnak, aki elhatározott valamit, és elindult másfél év ezelőtt, és kiment oda, és nagyon tudatosnak látlak. Azért is kérdezem, hogy meddig tart itt az erő, mert azért te mondtad, hogy van, aki kifárad, és egyszer csak föladja. Én nagyon erősnek érzékellek most ebben a telefonbeszélgetésben, vagy Skype beszélgetésben. Van erőd még? Én nekem van. Én azt érzem, hogy van erőm. Én mindig próbálok előre nézni, legalábbis azt gondolom. Értem, figyelek. Próbálok előre nézni, és megvalósítani az én terveimet. Ha ezt hagyják, akkor nyilván az erő termel. Ha nem hagyják, akkor elveszik az erő. Most éppen hagyják. Figyelj, Balázs, mit szólnál hozzá, most egy kicsit hosszú távra gondolkodnánk? Üzennél magadnak előre valamit. Ugye most 2014, mondjuk szeptember első napjai vagynak, és mondjuk egy 5 vagy 10 év múlva lévő Balázsnak üzenjél már valamit, hogy végül is mit szeretnél tőle, vagy mit szeretnél, hogy addigra megtörténjen veled. Most az is szépen lassan, ahogy csillan megy az égen. Jó, de hát valami konkrétat, amit a számon is kérhetsz magadtól, olyat mondjál. Hogy figyeljünk egymásra, figyeljek magamra, figyeljek a rezdülésekre, amik történnek. Tehát ezt mindenkinek ajánlom, hogy nagyon kell figyelni a változást, mert semmi sem állandó, csak a változás. Tehát, hogy folyamatosan figyelni kell. Ezt üzened magadnak előre? Hogy igen, hogy semmi sem állandó, csak a változás. Csak a változás. Ez nagyon fontos mondat. Hú, de milyen bölcs lettél, nagyon tetszik nekem, Balázs. Én azt gondolom, hogy egyébként azt látom, hogy sokszor próbálkozol fölvenni velünk a kapcsolatot, én azt gondolom, hogy szívesen hallgatunk téged bármikor. Én mindenképpen örülök, hogy most egy jót beszélgettünk. Én szerintem folytatjuk majd egy másik alkalom, még más tartalom. Még egy búcsúmondat, ami az a címével, mert ezt tőlem költötted, ezt hogy mondjuk el, egyszer csak lehet, hogy meg fog szólalni egy műsor innen Nottinghamből, aminek remélhetőleg az a címe, hogy mi itt vagyunk otthon, itt Nottingham. Hát legyen így, és mindenképpen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm szépen Pogány Gyurinak a technikai közelműködés, most különösen fontos volt, és hát hallgassák tovább a Civil Rádiót, Szabó András voltam, viszont hallásra. Viszont hallásra.